Egy régi színházi babona szerint a jól ismert Skót darab címét nem lehet kiejteni sem, mert átkot hoz a színházra, a rendezőre és a színészekre is. Nem adta még elő társulat úgy, hogy ne történjen valami negatív dolog. Ez így volt a Móricz Zsigmond Színházzal is. A darab Kállai Géza fordítása alapján készült, azonban az irodalomtörténész tavaly év végén elhunyt. Shakespeare műve egy távoli legendák árnyékába veszett középkorban játszódik, ez az előadás azonban egy elképzelt jövőbe tekint. Mindezt újszerűen napjaink emberéhez szóló értelmezésben. Azt remélem, hogy nagyon izgalmas lesz. Tehát szerintem ez a kulcs szó. Nem is a dolognak a drámaiságát hangsúlyoznám ki, tehát nem kell melodrámára gondolni, vagy nem kell ettől megrettenni, hogy nem egy vígjátékra ül majd be a néző, mert abba bízom, hogy ehhez mérten, és megfelelőképpen fogja ezt ellensúlyozni azt, hogy a dolog rettentően izgalmas. Mind a képi világában, a díszletben, a jelmezben, tehát a közeg, amit megteremtünk, azt nagyon szeretném, hogyha egy tulajdonképpen a misztikus, fantasy filmek világára emlékeztető, szinte már horrorisztikus és mindenféleképpen fordulatos és pörgős cselekménnyel bíró, nagyon vagány előadás lesz. A misztikumhoz tartozik az is, hogy boszorkányok és kísértetek lesznek jelen folyamatosan a színpadon. A rendező szerint ez már önmagában lebilincselő lesz a nézők számára. A fiatalabbak pedig a zenék stílusában is megtalálhatják majd a saját ízlésüket és hangulatvilágukat. A nézőtér is egyedi lesz, hiszen nem a steril színházba érkeznek majd a nézők, a színpadon megjelenik a föld, a víz és a kő anyaga is. Mindezt kiváló színészi játék és különleges szereposztás koronázza meg. Nagy Idai Gergő fogja játszani Macbethet, és nekem ez az előadás róla is jutott eszembe. Tehát én, amikor Gergőt itt láttam más szerepekben színpadon, akkor rögtön jött egy ilyen sugallat, hogy ennek a srácnak Macbethet kell játszania. És nagyon érdekelt az a verzió, hogy mellette a Lady Macbeth, aki az sztereotíp gondolatokban, az mindig egy ilyen gonosz nő, aki gonoszkodik folyamatosan a férje körül, és ráveszi a legcsúnyább dolgokra, és a Lili, aki egy kiváló tehetségű és nagyon fiatal színésznő, őt is ismereti már a nyíregyházi közönség, ő pedig egy tüneményes szőke kislány. És szerettem volna ezt az ellentmondást, ez engem jobban érdekelt, hogy legyen egy tüneményes, szőke, nagyon fiatal kislánya mellett a nagy darab állat férfi mellett, és ő vegye rá ezekre a dolgokra, hogy ez egy sokkal, sokkal különlegesebb konstelláció szerintem. A Shakespeare drámát október 19-én pénteken 19:30 perckor mutatja be a Nyíregyházi Társulat a Króli Kamarában.